Két hónap után találkoztak újra a vármegyei közgyűlés tagjai a Vármegyeháza dísztermében rendes ülés formájában. Az azóta eltelt időben fontos kérdésben egyezett meg a kormány és az Európai Bizottság, amely érinti a Magyarországon megvalósuló Európai Uniós fejlesztéseket. Ennek értelmében kellett szavazni a képviselőknek arról, hogy a korábban már elbírált projekteket a közeljövőben újraértékeljék. A már nyertes projekteket ez nem veszélyezteti, hiszen ott van támogatási szerződés a magyar kormány, illetve a projekt gazda között. Ez azokat a projekteket érintheti, amelyek korábban nem nyertek, és ezek plusz projektként hozzákerülnek a támogatásokhoz. Tehát ez jó hír a megyei projektek szempontjából, a vármegye szempontjából, hiszen itt többletforrások érkezhetnek a megyébe. Azok a projektek, amelyek az újraértékelés során nem kaphatnak uniós támogatást, azok pedig hazai forrásból lesznek megvalósítva. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan szituáció, amelyben a megye valamennyi pályázója jól jár. Ezt az újraértékelési folyamatot kell végigvinni azoknak, akik eddig vesztesek voltak, illetve a nyerteseknek is kell adatszolgáltatást végezniük. A vesztesektől azt kérjük, hogy tegyenek 15 napon belül a hiánypótlásnak eleget, és akkor remélhetőleg a korábbi vesztes pályázatuk az akár nyertes pozícióba is kerülhet az újraértékelést követően. Csütörtökön a már lezárt uniós és határon átnyúló fejlesztéseket is értékelte a közgyűlés. Beres János szocialista képviselő úgy fogalmazott, a projekteket kezelő vármegyei önkormányzat és önkormányzati hivatal nagyon magas szakmai munkát végzett, a több lépcsős fejlesztéseket ugyanakkor véleménye szerint a jövőben gazdasági szempontok miatt nem érdemes elkezdeni. Van olyan projekt, amelynél az volt a tanulság, hogy ha több lépcsős projektben veszünk részt, amelynek az időtartama túlságosan elnyúlik, akkor fennáll az a veszély, hogy mire véget ér a projekt, addigra a 4 évvel korábbi tervek alapján elgondolt költségvetés már nem tartható. Kiegészítő forrás kell biztosítani a megvalósításhoz. Ha sok szereplő van egy-egy ilyen projektben, akkor nagyon nehéz az összhangot megteremteni. Ezért én azt javasoltam, hogy egyrészt az ilyen több lépcsős projektekben lehetőleg ne vegyünk részt, hanem az egy lépcsősökben vegyünk részt. Másrészt, ha több szereplő, vagy túl sok szereplő lenne, és 11-nány, 21-nány szereplő, ilyen projektek is vannak, akkor ezt jobb lenne szabdalni, szétvágni. Azaz néhány projekt szereplő vegyen csak részt benne, néhány helyszín vegyen részt benne, mert ekkor van nagyobb esély arra, hogy teljesen meg tud valósulni a projekt az eredeti szándék szerint. Az ülésen Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány tájékoztatta a közgyűlés tagjait a rendőrség tavalyi évi tevékenységéről. Előadásából kiderült, 2023-ban összesen 7925 bűncselekményt regisztráltak, ez a szám 2010-ben még 20 000 felett volt. A bűnmegelőzés terén pedig az online csalások és a kábítószer terjesztés adta a legtöbb munkát a hatóságnak. Minden rendőrség adat pozitív van, változott az elmúlt években. Feltehetőleg az is szerepet játszik ebben, hogy a munkanélküliség csökkent a megyében, többen tudnak valódi munkából jövedelemhez jutni, tehát ilyen módon a bűnözés visszaszorulóban van. Egyedül nagyon kritikus és hát aggodalomra okot adó az a kábítószer fertőzöttsége, illetve a kábítószer elterjedtsége a megyében bizonyos társadalmi csoportok esetében. Ez további intézkedéseket igényel a rendőrség, illetve hát önkormányzatok, családok, iskolák, egyházak együtt munkálkodását, hogy ezt a kábítószer problémát minél kisebb mértékűre tudjuk szorítani, és azokat a bűnözői csoportokat leleplezni, amelyek kábítószer révén jutnak extra jövedelmekhez. Ebben is szép eredményeket ér a megyei rendőrfőkapitányság, de itt további munkálkodásra is, koncentrált munkára van szükség. A rendőrség mellett a vármegyei katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről Varga Béla igazgató adott tájékoztatást. Az ülés lezárása előtt Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, zárt ülésen döntöttek azokról a személyekről, akiket idén vármegyei kitüntetődíjban részesítenek. Ezeket a május 24-i vármegye napon adják át az érintetteknek.